iszlám állam, terrorista, terrorszervezet, szélsőséges, radikális, illegálisan bejutó terrortámadások elkövetői. Az iszlám állam, a Hamasz, az Al-Qaida, az illegális migráció, szervezett terrorakció volt. A kormány tudatosan mossa össze a migrációt a terrorizmussal 2015 óta. A kormánypárti megszólalók visszatérően állítják, terroristák lehetnek a menekültek között. A hangsúly mindig azon van, hogy terroristák érkezhetnek, de konkrétum ritkán derül ki. Most bemutatjuk, hogy miközben a magyar kormány hangzatosan Európa megvédéséről beszél, a hazai jogszabályok 2017-es módosításával épp az ellenkezőjét ért el. 2015-ben épült meg a határzár, majd ezt 2017-ben és később is többször megerősítették, fejlesztették súlyos milliárdokból. A kormány a műszaki akadálytól és a mellette szolgáló rendőröktől katonáktól válta, hogy megállítsák a Nyugat-Európába tartó migránsokat. Ez részben sikerült is, de nem teljesen úgy, ahogy tervezték, pedig még a törvényeket is módosították, például 2017-ben, amikor a kormány a jogi határzár szigorításáról beszélt. A jogi határzáról szóló törvény célja, hogy ellenőrizze azt, hogy kilép be Magyarország területére, és megállítsa az ellenőrizetlen bevándorlást, és megállítsa az ellenőrizetlen mozgását a tisztázatlan hátterű bevándorlóknak az ország területén. A törvénymódosítást március 6-án szavazták meg. Az illetőt, akit beengedtek, az nem várva meg ennek az eljárásnak az eredményét, tehát annak az eljárásnak, melynek során kiderül, hogy ő menekült vagy nem menekült, azonnal elhagyta az országot és eltávozott Németországba vagy valahova Nyugat-Európába, ahol ő ott magának új hazát akar teremteni. A sajtó így azzal foglalkozott, hogy a lépéssel az illegális bevándorlóknak egészen addig az ország határon álló tranzitzónában kell várakozniuk, amíg menekültügyi kérelmüket jogerősen elbírálják, pedig nem csak ez volt a lényeges változás. A másik nagyon fontos különbség pedig az az, hogy ezt a 8 kilométeres sávot, ahonnan mindenféle eljárás, azonosítás, egyéni döntés nélkül Szerbiába lehetett átpakolni embereket, ez kiterjeszti az ország egész területére a törvény, akkor, ha tömeges bevándorlások, azt a válsághelyzet van elrendelve. Ami ugye még egyszer 16 tavasz óta folyamatosan hatályban van. És ez azt jelenti, hogy ha mondjuk érkezik valaki Románia felől, Ukrajna felől, nem is feltétlenül illegálisan lépi át a határt, hanem konkrétan mondjuk az ártándi határátkelőn megjelenik, és azt mondja a magyar határőrnek, hogy jó napot kívánok, ez is ez vagyok, itt vannak az irataim, menedéket szeretnék kérni, de nem felel meg a tartózkodás feltételeinek, tehát még nincs vízuma, akkor a szabályok szerint van azt kell csinálni, hogy megfogják, beültetik egy rendőrautóba, leviszik a szerb határa, akkor is, ha életében nem volt az illető Szerbiában, kinyitják a kerítés ajtaját, kirakják, és menjen Isten hírével oda, ahova akar. Védjük Szerbiát, védjük Magyarországot, védjük magunkat, de mindannyian tudjuk, hogy ezek a migránsok nem Szerbiába és nem Magyarországon akarnak élni, ezek Németországba igyekeznek, ezért amikor most megvédjük magunkat, mint oly sokszor a történelem során, egyben Európát, elsősorban Németországot is védjük. Csak épp nem úgy, ahogy azt sokan gondolják. A magyar kormány párhuzamos jogszabályokat hozott létre, miközben a rendőrség kezéből részben kivette annak a lehetőségét, hogy érdemben intézkedjenek a határsértőkkel szemben. Mivel nem történik azonosítás, nem kísérik be a rendőrségre, nem veszik le az új lenyomatát, nem nézik meg, hogy bármilyen adatbázisban szerepele. Illegális határátlépés bűncselekményként kerüljön definiálásra. Az is lett a hatályos ORFK utasítás szerint az illegális migrációhoz kapcsolódó jogsértések közé tartozik a határzár tiltott átlépése. Az ügyészség álláspontja szerint ezt az követi el, aki Magyarországnak az állam határrendje védelmét biztosító létesítmény által vétett területre, a létesítményen keresztül jogosulatlanul belép, márpedig sokan beléptek. 20 ezer fő volt az, aki a szerb szakaszon kísérletet tett. Nem egészen 3 hónap alatt 2000-en kísérleteztek, miközben kerítés van, és a kerítésnél mindegyiket elfogtuk. Az ide esztendőben csak a szerb szakaszon 3700 illegális határátlépőt kísértünk vissza a kerítés túloldalára. 41 ezer és néhány száz az, akit az idei esztendőben elfogtunk. Az egyenruhások idén eddig 117 000 migráns bejutását akadályozták meg.
Tavaly egész évben ez a szám 123 ezer volt. Vagyis folyamatos a nyomás a határon, és hány tiltott határátlépésnél intézkedtek a rendőrök? A belügyminisztérium bűnügyi statisztikája szerint 2019-ben 3, 2020-ban 30, 2021-ben 14, 2022-ben pedig 3 esetnél. A számok alapján sok százezer embernél még csak egy azonosítást sem végeztek, pedig ezekben az években is bűncselekmény volt a határzáron való átlépés. De hogy miért nem lett ebből eljárás? Mert így egyszerűbb. Ha nincs eljárás, nincs ügy, nincs papírmunka. Egy határon szolgáló rendőr úgy fogalmazott, azért nem bűncselekmény, mert ez csak egy feltartóztatás, el se járunk, meg se kérdezzük, hogy hívnak. Nem foglalkozunk vele, hogy mit hazudik. A közel-keleti terrorista vagy különböző szélsőséges radikális csoportok egyébként már korábban is jelen voltak. A kormány pedig újra és újra előhúzza a migráns terrorista kártyát. A tömeges érkezés miatt azért a szélsőséges ideológiák transportja is megjelenik, úgyhogy sajnos ennek egyik látható jele volt ugye a brüsszeli terrortámadás, de korábban a franciaországit is említhetjük. Úgyhogy ezek sajnos összefonódnak, összekapcsolódnak, és a terrorfenyegetettséget növelik. És mit tesznek a rendőrök a határon? A telefonokat meg se nézzük már. De meg a ruházatot se. Az ORF-kát? Azért azt meg. Hát lehet, hogy itt igen, de ott bennem. Ha én vagyok ott, akkor megszoktam. Akit egyébként visszakísérünk, azt tudjuk, hogy kicsoda? Nem. Hát... Honnan tudnak? Mindig le vannak fényképezve, amikor adják ki. De ez is ritka, és nem azért, mert a rendőrök lusták, hanem azért, mert az intézkedés ingyen taxizás alapját 2017-ben az egész országra kiterjesztette a Fidesz. Ugye van egyrészt az állam határról szóló törvény, amiben szabályozva van ez a visszakényszerítés, és ezzel párhuzamosan hatályban van a mai napig, és egy sor ügyben egyébként alkalmazza is a rendőrség is, az idegenrendészet is napi szinten a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényt, ami teljesen világosan kimondja, nem opcionálisan, nem akkor, ha éppen nincsen tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, hanem egyetlen szabályként, hogyha harmadik országbeli állampolgárt állít elő a rendőrség, és az illető nem tudja igazolni a tartózkodási jog címét, akkor őt elő kell állítani a hatóság elé, meg kell indítani egy idegenrendészeti eljárást, ha az illető menedékjogot kér, amit ugye a menekültügyi törvényben lényegében lehetetlenné tettek már, de ebben a törvényben azt mondják, hogy akkor a menekültügyi hatóságnak át kell adni az ügyet is, meg az illetőt is. Részletes szabályok vannak arról, hogy hogyan lehet visszairányítani az illetőt, vagyis abba az országba küldeni, ahonnan jött, hogyha oda nem lehet, akkor a származási országába, ha oda se lehet, akkor egy harmadik országba, ami biztonságos a számára, hogy kell ezt megvizsgálni, milyen fellebezik. Tehát ezek a dolgok egymással párhuzamosan léteznek a magyar jogrendben. A gyakorlatban viszont nem. A gyakorlat az azt mutatja, hogy minden esetben, amikor ez csak lehet, a visszakényszerítéssel él a rendőrség, vagyis megfogja és kidobja Szerbiába az illetőt mindenféle eljárás nélkül. Az ORFK-tól a hatályos törvények kapcsán megkérdeztük, mennyi eljárás indult 2023-ban. Azt írták, az illegális migrációval kapcsolatos rendőri intézkedések száma meghaladja 170 ezret. Az ön által említett bűncselekmény és szabálysértések kapcsán 2023. szeptember 30-ig 3010 esetben indult eljárás. Ebben benne van az is, aki nem a déli határon érkezett. Vagyis közel 167 ezer esetben a rendőrség nem indított semmilyen eljárást, nem is azonosította őket, ahogy azokat sem, akik Magyarországon is túljutottak. És most új törvény kerül a parlament elé, látszólag. Most a parlament előtt van egy teljesen új idegenrendészeti törvény, amiben ezek a szabályok, vagyis hogy ha egy külföldit elfognak, akkor azt elő kell állítani a hatóságnál, be kell azonosítani. Ezek ugyanúgy benne vannak. És ha majd azt elfogadja a parlament, megyünk tovább, ugyanígy párhuzamosan fog élni egymás mellett az, hogy azonosítás nélkül át lehet dobálni embereket Szerbiába, meg az, hogy
Hát ezt csak akkor lehet megtenni, ha nem merül fel bűncselekmény, de majd akkor úgy csinálunk, mintha nem merült volna fel bűncselekmény. Meg az, hogy egyébként ezt nem lehet csinálni, és mindenkit egyesével be kell azonosítani, és rendesen ki kell utasítani, vagy át kell adni a menekültügyi hatóságnak. Ez a valódi biztonsági kockázat, vagyis a Hídvégi Balázs által 2017-ben bemutatott úgynevezett jogi határzás szigorításáról szóló törvény valójában épp arra nem jó, amire állítólag kitalálták. Lederer András biztonságpolitikából diplomázott. Szerinte nonsens, amit a magyar kormány művel. Általában arra gondolunk a szerb-magyar határ kapcsán, amikor délről jönnek emberek Magyarországra, és hogy ott milyen probléma az, ha valaki ellenőrzés nélkül lép át a határon, stb. Igen, de ez a magyar szabályozás és gyakorlat nem csak ezeket az embereket dobálja vissza ellenőrizetlenül Szerbiába, hanem azokat is, akik nem Szerbiából jöttek, akár adott esetben soha életükben nem voltak Szerbiában, vagyis, ha valaki úgy akarja elhagyni a schengeni övezetet, hogy azt ne tudja egyetlen egy hatóság sem, és erre az illetőnek jó oka van, mert mondjuk tudja, hogy őt körözik, és szeretne visszajutni Törökországba, Szíriába, bárhova, hogy ott mondjuk ismét felvegye a kapcsolatot valamilyen terrorista csoporttal, vagy bármilyen szervezkedésben részt vegyen, el kell jönnie Magyarországra, integetnie kell egy rendőrnek, ha esetleg maguktól nem mennek oda hozzá és igazoltatják, közelnie kell, hogy ja, én külföldi vagyok és nincsenek érvényes dokumentumaim, a magyar rendőrség ingyen leviszi a határa, és kirakja a schengeni övezetből visszahallásra. És soha senki nem fogja tudni, hogy hol van ez az illető, hogy elhagyta az Európai Unió területét, hol hagyta el az Európai Unió területét, és ahogy kiment, ezek az emberek egyébként ugyanis vissza is tudnak jönni, és sajnos én attól félek, hogy akár vissza is jönnek. A másik, amit érdemes itt látni, az az, hogy egy államnak, és ez most tök független attól, hogy hol vagyunk, melyik országra beszélünk, nyilván nem csak kötelessége, de érdeke is a határainak védelme, annak ellenőrzése, hogy ezeken a határokon kik jönnek és mennek. Ha már terrorkockázat, vajon mi a veszélyesebb? Azonosítás nélkül embereket taxizni, vagy normális rendszereket üzemeltetni? Nem kérdés. Bár a válasz most nem Brüsszel. A 2015 őszi párizsi eseményeknél is utólag derült ki, hogy az elkövetők egy része Magyarországon keresztül jutott be, itt vásárolt címkártyákat. Ezek akkor nem a visszakényszerítések miatt alakultak így, hanem azért, mert a magyar hatóságok elkerülendő, hogy a menekültügyi eljárásokat itt kelljen lefolytatni, egyszerűen regisztráció nélkül engedtek át tömegeket az országon, akkor az volt az államnak az érdeke, úgy gondolták ők. Most viszont már a szabályok is lehetővé teszik, sőt előírják lényegében, hogy mindenféle ellenőrzés nélkül jöjjenek, menjenek itt emberek. Tehát ami történik, sokszor a emberjogi kérdésekben a vitát, vagy a kérdést azt úgy próbálják megfogalmazni, hogy a biztonságunk oltárán bizonyos emberi jogokat korlátozni kell, bizonyos emberektől el kell venni alapjogokat. Abban a helyzetben, ami ma van Magyarországon, még csak nem is ez történik, hanem egyszerre dobtuk ki az ablakon alapvető emberi jogokat, és egyébként Magyarország és a többi uniós ország biztonságát is. És szerintem ez a legsúlyosabb probléma ezzel az egész visszakényszerítési szabályozással, hogy ezzel egyébként nagyon komolyan növeli a magyar állam a biztonsági kockázatot, adott esetben itthon is, az Európai Unió területén pedig egészen egyértelműen. Pedig az érdemi eljárással sok minden kiderülhet, ráadásul a kormány szereti az ilyenfajta sikereket.
Az iszlám állam egyik terroristáját fogták el Budapesten. A terrorista még decemberben érkezett Magyarországra. Akkor a Liszt-Ferenc repülőtéren hamis papírok miatt elfogták. A kitoloncolási eljárás közben derült ki, hogy 2006 óta az ISIS katonája. De hány terroristát fogtak a határon? Nem tudni. És az a furcsa helyzet is előállt, hogy olyanokat is kiraktak a rendőrök, akik valójában jogszerűen tartózkodtak Magyarországon. Volt néhány egészen konkrétan ilyen ügy a praxisunkban az elmúlt években, akinek egyébként rendben voltak a papírjai, mindennel kapcsolatban teljesen szabályosan tartózkodott itt, csak amikor igazoltatta a rendőr, éppen nem volt nála. És mivel nem történik azonosítás, nem kísérik be a rendőrségre, nem veszik le az új lenyomatát, nem nézik meg, hogy bármilyen adatbázisban szerepele, ezért nem derült ki, hogy ő nem hazudik, ő tényleg jogszerűen van itt, csak otthon hagyta a nyomorult papírját. És fogták, és kidobták Szerbiába, papírok nélkül, hiszen azok itthon voltak a lakásában. Próbálj meg úgy visszajönni egy nemzetközi határon, hogy közben itthon van minden iratod és igazolványod. Tehát elképesztő helyzeteket állított ez elő, és ez a két szabály volt párhuzamosan érvényben, igazából senki nem foglalkozik ezzel, senki nem látja, érti, hogy itt mi történik, az emberek nincsenek azzal tisztában, hogy ezek a visszakényszerítések a gyakorlatban hogy néznek ki és hogy zajlanak, de az, hogy egy állam néhány év alatt több százezer alkalommal a saját állítása szerint több mint 300 000 alkalommal hajtott végre ilyet, úgyhogy az eljáró rendőrnek sincsen fogalma arról, hogy ki az az ember, akit ő összefogdosott és átdobott Szerbiába, ez szerintem egészen hajmeresztő. 2021-es videó a kormánytól egyértelmű a határzár átlépése. A rendőrség abban az évben 14 ilyen bűncselekményt regisztrált, márpedig csak ezen az összevágott videón többen vannak. Éppen ezért a rendőrségtől és a belügyminisztériumtól is megkérdeztük, milyen esetekben indítanak eljárást határzár tiltott átlépése esetén. Az ORFK által között 170 ezer intézkedésből miért csak a töredéke az eljárás, valamint hogy mi okozza, hogy nem indul eljárás. Ha határsértőt tartóztatnak fel, felmerül-e a bűncselekmény gyanúja, ha nem, miért nem? Arról is megkérdeztük a rendőrséget és a belügyet, hogy a feltartóztatás, mint a törvényben szereplő cselekmény, mit is jelent. Mert a rendőrségről szóló törvény szerint sok mindent jelent, de azt semmiképpen sem, hogy taxizik a rendőr. Az ORFK válaszában azt írta, nézzük meg a büntető eljárásról szóló törvényt, valamint konzultáljunk egy büntető jogban jártas ügyvéddel. Egyebekben a felvetéseinket nem kommentálták. Eszerint a határzár tiltott átlépése bűncselekmény, a rendőrnek hivatalból eljárást kellene indítania, éppen az ORFK által küldött törvény alapján. De az ügyészségről szóló jogszabály is ezt írja elő, ahogy az alaptörvény is. Hogy ez mégis miért nem történik meg, erre a kérdésre nem kaptunk választ.